Komoly tervek elé néznek a billjanások, téli munkák után, tavaszi munkák előtt, közösségi együttélés szabályai, felkészült szakmai munka. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. március 5-én 18 óra 5 perckor. Az idén is több fellépésre készül a Biljana Tánc csoport, és a bolgár népművészeti ruháik is gyarapodnak, tudtuk meg alapító vezetőjüktől, Major Jánostól. Február 28-án Debrecenben volt nagy fellépésük, az ottani bolgár nemzetiségű önkormányzat szervezésében. Az elmúlt két évben jelentősen fiatalodott a tánccsoport. A régi nagy táncosok elkerültek családi életük, karrierjük miatt, őket váltották a gimnázium fiataljai, akik nagy örömmel vesznek részt a munkában. A 2018-as 15 éves jubileumi műsor után szükségesnek láttuk azt, hogy egy kicsit frissítsünk a tánccsoport összetételén. Ennek ugye egyrészt az volt az oka, hogy a régi nagy táncosaink, akik 5-10 éve táncoltak vagy táncolnak nálunk, részben a családi élet, a gyerekvállalás, a karrier, a munka elszólította őket, tehát egyre kevesebb időt tudnak szentelni ennek a hobbinak, és utána pedig a gimnáziumban minden évfolyamon, 9-től 12. évfolyamig meghirdettem a bolgár táncoknak a lehetőségét, és nagy örömünkre és szerencsénkre közel 10-15 fiatal kapcsolódott be a munkánkba, úgyhogy én ezt mindenféleképpen sikeresnek mondanám azt, hogy részben tartalmában, részben pedig létszámilag is sikerült megújulnunk, illetve bővülnünk. És én azt látom az új tagokon is, hogy nagy örömmel vetik bele magukat a munkába, arról nem is beszélve, hogy igen nagy lehetőségeik vannak. Egyrészt a külföldi fellépések, a külföldi tánctáborozás lehetősége, tehát tavaly például már 2019-es esztendőben ugye részt vettek a bulgáriai Rodope-hegységben megszervezett táborban, és hát a hazai fellépések is kecsegtetőek. Tehát én úgy gondolom, hogy bárhova elmegyünk, a közönség mindig nagy örömmel és nagy szeretettel fogad és üdvözöl bennünket, és ez egy nagyon nagy motiváló erő a gyerekek részére. Egy nyertes EMI pályázatnak köszönhetően új bolgár tájegységek ruháit is be tudták szerezni, ami színesebbé teszi a műsort. Az utóbbi egy évben a népviseletünknek a mennyisége, minősége az változott. Ez egy nyertes pályázatnak köszönhető. Nagyon sokáig, évekig küszködtünk azzal, hogy a különböző tájegységek táncait ugyanabban a ruhában kellett, hogy táncoljuk. De mivel volt lehetőség az Ember Erőforrások Minisztériumának kapcsán népviselet beszerzésére, pályáztunk természetesen, és sikeres pályázatot tudhattunk magunknak. Ebből kifolyólag új tájegységek népviseletét szereztük be Bulgáriából, és szerencsére a közeljövőben is még tudjuk bővíteni a repertoárt, a táncruháknak a mennyiségét és a minőségét, tehát újabb beszerzések vannak folyamatban, ami természetesen színesebbé fogja tenni a műsorunkat, hiszen lassan elmondhatom azt, hogy ahogy kell és ahogy ez elő van írva, minden táncot az adott táncnak megfelelő tájegység ruhájában fogjuk tudni táncolni. Az enyhe időjárásban kevesebb síkosságmentesítő anyag kiszórására volt szüksége a városgondnokságnak, de ügyeleti rendszert működtetnek, és ha kell, azonnal beavatkoznak, mondta el Molnár Pál, igazgató. Voltak nehéz napok, de annyira kemény tél még nem volt, mint a korábbi években, így kevesebb szóróanyag kellett a város hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkáira. A csapadék inkább eső formájában érkezett. A városgondnokság felkészült a város teljes területén a prevenciós munkára. Ha hőmérséklet jelentősen csökken, leszórják előre az útfelületeket, hogyha később lefagy hó-ónos eső érkezik, minél rövidebb legyen az az időszak, amikor a járókelőknek, gépjárművezetőknek síkos úton kell vezetni.
pontosan vezetjük, hogy mennyi munkát, mennyi munkaórát, mennyi ügyeletet fordítunk a város hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkáira. Valóban ez a tél is hasonlóan alakul, mint az elmúlt években. Későn jön a tél, vagy egyáltalán nem is jön. A lényeg az, hogy mi föl vagyunk kikészülve a hóeltakarításra és a síkosságmentesítésre. A város teljes területén felszoktuk szórni prevenciós munkába sóval a útfelületeket, azért, hogyha lefagyás, hogyha hó, ha ónos eső érkezik, akkor minél rövidebb legyen az az időszak, amikor a járókelőknek, gépjárművezetőknek síkos úton kell vezetni. Ez idáig körülbelül egy 30 tonna só került kiszórásra, amely egy környezetkímélő sót takar. Ez az esővel a talajba be is kerül, ki fog lúgozódni a talaj mélyebb rétegeibe, tehát sem a esetlegesen termőképességet, vagy a pázsdit fűfélének, a gyeptakaróknak a növekedését nem fogja akadályozni. A város közterületein a fákat is átnézik a szakemberek, hogy a vihar ne okozzon nagyobb kárt bennük. Természetesen az elmúlt években a városgyűlésünk megszokta már, hogyha katasztrófa helyzet alakul ki, akkor nekünk is nagyon sok munkánk van, nem csak a katasztrófa védelemnek, föl is vagyunk rá készülve. Ügyeleti rendszert indítottunk, amely ügyeleti rendszer akkor is tud indulni, hogyha hóeltakarítás vagy síkosságmentesítési munkák vannak, de akkor is be tudtunk jönni, bejöttek a kollégák, akár éjszaka is, amikor fakidőlés volt, föl kellett vágni, el kellett szállítani, vagy éppen kerítések rongálódtak meg. Az előrejelzések nagy hideget február végéig nem jósoltak. Mindez azt jelenti, hogy a rügyek be fognak indulni, ami nem jó abból a szempontból, hogyha később hidegebb időszak lesz, mondja a szakember, aki szerint azonban a csapadékra nagyobb szükség volna a vetésnek. Bízom benne, hogy nagy hidegek nem lesznek már, bár sokszor megtrifál bennünket az időjárás. Néhány évvel ezelőtt emlékszünk, hogy még itt márciusban javában havazott és kemény mínuszok voltak. Bízunk benne, hogy ez most el fog kerülni, viszont a csapadék annak mindenféleképpen le kellene jönni, mert elég hiányos a talajunknak a vízmennyisége, a csapadék mennyisége. A csapadék fogadására gondnokság is készült. Elkezdték a kotrási munkálatokat a főbefogadó csatornáknál, s ha kell, a tisztító gépeket is bérelnek, hogy a csatornákat rendbe tegyék, mert az a tapasztalat, ha jön az eső, akkor 60-70 mm is képes 2-3 óra alatt leesni. Elkezdtük a kotrási munkálatokat a főbefogadó csatornákon, 2-0-0-as, 3-0-0-as, 4-0-0-as, 5-0-0-as csatornákat sikerült megkotorni, még egy csatorna az 5-0-0-asnak a befejezése van folyamatban, valamint éppen most tartottunk vezető értekezet, és a vezető belvezetés kollégáknak elmondtam, hogy az átereszeket kezdjük el kitakarítani. A nagyobb befogadónknál, ha kell, akkor csatornatisztító gépet is béreljünk, és ezzel tegyük, és ezzel hozzuk olyan állapotba a zárt csatornákat is, hogyha lezúdul a csapadék, akkor minél hamarabb levonuljon a városból, ne alakuljanak ki pangóvizes területek, mely sajnos a tapasztalat az, hogy ha jön az eső, akkor viszont jön 50-60-70 mm is képes lezúdulni 2-3 óra alatt a városban. Sikeres startmunkaprogram pályázatokról is szólt az igazgató. Közfoglalkoztatási pályázatot 238 főre adtak be, s hosszú távú közfoglalkoztatásra még 30-50 főt szeretnének foglalkoztatni, mert nagyon sok a városban a szociálisan hátrányos helyzetű és a közfoglalkoztatásra szoruló munkavállaló. Tervezési időszak is van a városgondosság életében, pályázatokat nyújtunk be, elkészítettük az ezévi startmunkaprogramos közfoglalkoztatási pályázatot, 238 fővel szeretnénk indulni. A minisztérium befogadta ezt a pályázatot, jelen pillanatban a hiánypótlásokra történik a felszólítás, bennünket nem szólítottak még föl, tehát úgy néz ki, hogy pontosan precízen be tudtuk adni ezt a pályázatot, és bízom benne, hogy még ezen kívül is hosszabb távú közfoglalkoztatási keretben is egy 30-40-50 főt tudunk majd foglalkoztatni, és így el tudjuk érni majd ebben az évben is a 300 fős közfoglalkoztatotti létszámot. Az elmúlt időszak tapasztalatai rávilágítottak arra, hogy a szabálysértési törvény módosításával az abból kikerülő egyes magatartásformák szankcionálására nincs magasabb szintű jogszabály. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény lehetőséget ad a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartási, tevékenység vagy mulasztás szankcionálására, ezért szükséges a már meglévő közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 16/2018 5.25 önkormányzati rendelet bővítése.
Karcag Városi Önkormányzat képviselő testülete címbeli rendeletével a város közigazgatási területét a zöld területen történő parkolás, mint közösségellenes magatartás formát szabályozza. A hatályos szabálysértési törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendeletről szóló törvény viszonylag szűk körben szabályozza a lakossági együttélést zavaró sértő magatartásformákat, a közterületek rendjét. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket, képességeik és lehetőségeik szerint hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához, valamint betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait. A D pont értelmében felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő testülete, hogy a rendeletben határozza meg az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő rendelkezéseket tartalmazó rendelet bővítésével a lakosság életvitelét zavaró, a környezeti képet sértő magatartások szankcionálhatók, amelyek elősegítik a jogkövető magatartás érvényesülését. A rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás az a tevékenység vagy mulasztás, amely bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes. A rendelet kiegészítése olyan magatartási formák szankcionálására ad lehetőséget, mint a közterületek gyommentesítésének, a járdák felé benyúló növények meccés elmaradása. Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményei tekintve az alábbiak állapíthatók meg. Társadalmi hatás. Az önkormányzati rendelet kiegészítései biztosítják a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, de a szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősülő tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot szankcionálását. Gazdasági hatás. A település rendezettebbé válásának a közösséget zavaró magatartások kiküszöbölése gazdaságélénkítő hatással járhat. Költségvetési hatás. A közigazgatási bírságból befolyó pénzösszegek növelik az önkormányzat bevételét, amely a közösség javára fordítható. Környezeti és egészségi következmények. A környezet rendezettsége alapvetően javulhat, a növekedhet a település esztétikai képe, vonzereje, a rendezett, gondozott területekkel csökken az allergén növények száma, ami kedvezően hat a megbetegedések előfordulására. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás. Várhatóan növekszik az eljárások száma. A jogszabály megalkotásának szükségessége a jogalkotás elmaradásának várható következményei. A rendelet megalkotásának szükségességét a joghézag indokolja. A rendelet hiányában több magatartás szankcionálása lehetetlen, amelynek eredménye a városkép rendezettségének romlása, zöld területek, közterületek színvonalának csökkenése, ezért felmerül az igény a közösségi együttélés szabályainak megalkotására. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti feltételek. A rendelet végrehajtásának plusz személyi szervezeti feltételi vonzata nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges tárgyi és pénzügyi feltételek, a rendelet végrehajtásának plusz tárgyi és pénzügyi vonzata nincs. Korábban beszámoltunk róla, hogy dr. Urbán Zoltán rendőr-dandártábornok, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság vezetője 2020. február 1-jei hatállyal kinevezte dr. Karsai Lajos rendőr-alezredest a karcagi rendőrkapitányság élére. Most hírstúdiónk vendége dr. Karsai Lajos. Köszöntöm, köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a Karcag Televízió nézőit. Február 1-jei hatállyal nevezték ki a karcagi rendőrkapitányságnak az élére. Milyen kapitányságot vett át? Február 1-jével kerültem kinevezésre, de ugye az előbb említettem, hogy már 2019. augusztus 16-a óta látom el ezeket a feladatokat, úgyhogy már most azt kell, hogy mondjam, hogy lassan egy fél éves tapasztalattal rendelkezem a kapitányság vezetése terén. Én egy, azt kell, hogy mondjam, hogy kiváló eredményekkel rendelkező rendőrkapitányságot vettem át. A karcagi rendőrkapitányság évek óta a megye egyik, hanem a legjobb eredményekkel rendelkező rendőrkapitánysága, és mindezt annak a tükrében kell igazából tekinteni, hogy
hogy mind a területi adottsága, mind pedig az összetétele azért igen nehézzé teszi a munkavégzést a mindennapok folyamán. Ugye a karcagi rendőrkapitányság 2015-ben bővült 6 településsel, amely az illetékességi területet mintegy 30%-kal növelte meg, így azt el lehet mondani, hogy a karcagi rendőrkapitányság a megyében a legnagyobb illetékességi területtel rendelkezik. Tehát nagyobb bal, mint a létszámban ugyan nagyobb Szolnoki, vagy akár a Jászberényi rendőrkapitányság, nagyobb területen látjuk el feladatunkat. Ebből adódnak ugye a nehézségek, a megközelítés, a reagálási idő, illetve hát még szintén problémát jelent néha, hogy a kapitánysági székhely Karcag, az tulajdonképpen nem az illetékességi terület közepén helyezkedik el, hanem itt egy picit a délkeleti sarokban, így azért bejárni az illetékességi területet mindenhova időben odaérni, az komoly kihívás, de én úgy gondolom, hogy ezt kellő szolgálatszervezéssel, reagálással, illetve természetesen a kollégáknak a hozzáállásával ezt minden további nélkül biztosítani tudjuk. A karcagi rendőrkapitányság vonatkozásában az évek óta elmondható, hogy csökkennek a illetékességi területen a bűncselekményszámok. Ez ugye 2010-től, ha nézzük folyamatosan, akkor egy jelentős bűncselekményszám csökkenés került végrehajtásra az elmúlt időszakban. Ez nyilvánvalóan a rendőri munkának, a fokozott közterületi szolgálatnak, illetve a megfelelő és hatékony szolgálatszervezésnek, szolgálatvezénylésnek köszönhető. Egy jó eredményekkel büszkélkedő rendőrkapitányságot szerintem mindig nagyon nehéz feladat átvenni. Talán a jó eredményeket ugye elérni is nehéz, de talán ugye azt szokták mondani a nálam sokkal bölcsebb emberek, hogy megtartani viszont igazi kihívás, és még nehezebb. Hát ez most az én alapvető feladatom itt ebben a tekintetben. Augusztusban egy kiváló eredményekkel büszkélkedő rendőrkapitányságot tudtam átvenni. Az elsődleges célom és feladatom az volt, hogy egyrészt ez a kapitányságvezetői váltás ne okozzon a rendőrkapitányság életében, az eredményekben, a személyi állomány vonatkozásában törést, visszaesést, másrészt pedig, ami talán ennél is fontosabb, hogy a területünkön lévő állampolgárok, önkormányzatok, társszervek szintén ne vegyenek észre ebből, ne nyilvánuljon meg negatív hatással irányukba. És az előbb említettem, hogy lassan fél év vonatkozásában elmondhatom, hogy ezt sikerült is végrehajtani. Az év végén is kiváló eredményekkel zárta a karcagi rendőrkapitányság, ezt majd az év elején, illetve az év első felében esedékes önkormányzati beszámolókon az önkormányzatok, illetve a lakosság felé is majd jelenteni tudom. Milyen az a rendőrkapitányság, amit a jövőben ön elképzel? Milyen célok, tervek állnak ön előtt? Hosszú idő után ugye a tavalyi évben a karcagi rendőrkapitányság egy új épülettel gazdagodott, amely hát már a nagyon hosszú idő óta húzódó elhelyezési különböző munkakörülmények vonatkozásában igen kedvezőtlen körülményeket orvosolta, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel egy igencsak magas színvonalú munkavégzést tesz lehetővé, mind az épület vonatkozásában, mind pedig a technikai eszközök vonatkozásában. Az én célom nyilvánvalóan az előbb megfogalmazott eredményeknek a megtartása. Ha ezt az eredményt, amit 2019 évben produkálni tudtak a kollégáim, ezt tudjuk 2020 évben hozni, és mondjuk egy 2020 év végén egy hasonló stúdióbeszélgetésben azt tudom elmondani, hogy az eredményeket hoztuk, akkor én elégedett leszek. Emellett természetesen szeretném megtartani azt az állományt, amely most jelenleg itt a karcagi rendőrkapitányságon van, hiszen a fiatalok mellett én azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van az idősebb, tapasztaltabb kollégákra, akiknek a szakmai tapasztalata, tudása, rutinja elengedhetetlen egyrészt a napi munkavégzés során, másrészt pedig szintén nagy szükség van rá a fiatal állománynak a képzése, rendszerbeállítása, vagy akár a rendőri pályára való orientálás során. Úgyhogy én ezt tartom a legfőbb célkitűzésnek, hogy tudjuk az eredményeket megtartani, és mindezt vagy a meglévő, vagy esetleg a gyarapodó személyi állománnyal. Én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Stúdiónk vendége volt, és
sok sikert kívánunk a továbbiakban a munkájához. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!